Madártávlatból is figyelik a föld területeket, a kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának szakemberei és a földhivatal munkatársai is tartanak ellenőrzéseket. Tervezett szemlék, lakossági bejelentések, GPS koordináták alapján is figyelik a parlagfűvel szennyezett területeket, majd az adatokat, az elkészült jegyzőkönyveket az úgynevezett parlagfű információs rendszerre töltik fel. A felületnek köszönhetően többek között térkép és helyrajzi szám segítségével kiértesítik az allergén növénnyel szennyezett terület használóját, és eljárást indítanak. A bírság pár ezer forintos vagy akár milliós nagyságrendű is lehet, ez függ a terület nagyságától, szennyezettségétől. Ebben az évben az előző évhez képest valószínűleg nehezebb helyzetben lesz a hatóság, illetve a gazdálkodók is, mert sokkal több csapadék volt tavasszal is, és most a nyár elején is. Tehát sokkal több parlagfű csirázott, intenzívebb a fejlődése, viszont a fenológia az nincs előrébb, tehát még elmondható, hogy gyakorlatilag még virágzás nincs, virágbimbóban már vannak tövek, tehát a tömeges pollenszóródás még nem jellemző. A parlagfű tehát egyelőre nem okoz kellemetlenséget az érzékenyeknek, allergiásoknak, ám aki csak teheti, mentesítse föld területeit a növénytől, a legjobb, ha gyökerestől tépjük ki a parlagfüvet. A növény virágzása egyébként hamarosan elkezdődik, mondta az általunk megkeresett orvos. Csajbók Valéria kiemelte, 10 emberből 7 valamire allergiás lesz élete folyamán, legtöbben a parlagfűre. Jelenleg egyelőre a pázsit fűfélék okoznak kellemetlen tüneteket, ezeket azonban meg lehet előzni. Menjenek vízpartra, menjenek hegyekbe. Ha lehetőségük van, menjenek külföldre, mert akkor megúsznak 2-3 hetet ebből a kínzó tünetes időszakból. Ha ezt nem tehetjük meg, akkor nagyon fontos, hogy reggel 5 és 10 óra között ne szellőztessünk, mert ekkor a legnagyobb a pollen koncentráció. Ne teregessük a friss ruhát vagy a mosott ruhát a szabadba, mert ezzel bevisszük a lakásba a pollent, és újra tüneteket okozhat. Ha tehetjük, minden nap mossuk meg a hajunkat, a férfiak a szakállat, a bajszot, mert ez éjszaka ismét tüneteket okozhat, hogyha ez szóródik a párnánkra. Az allergológus hozzátette, figyelni kell a keresztallergiát okozó gyümölcsökre, zöldségekre is. A következő időszakban például nem javasolt dinnyét enni az arra érzékenyeknek, allergiásoknak.